Gergelyt kívánok, köszöntöm Önöket az új Audi Q5 magyarországi bemutatóján, és már abból is a profik, a kollégák nyilván abból is kitalálják, hogy ez a magyarországi bemutató, hogy világos van, jó, egy ilyen derengős, de világos, hogyha nemzetközi bemutató lenne, akkor 4 órás kelés, 5:30 indulás, 5:30 reptérre érkezés, és a többi, és a többi, és a többi. Nem is tudom, mióta csinálja az Audi az autógyártás legjobb beltereit, tehát ezek a kikezdhetetlen, beleköthetetlen, szörnyű ebből a szempontból, és unalmas. Egyetlen problémám, hogy a CD-t, amit be kéne rakni, ugye 2017-et írunk, tehát nem az, hogy a fejtsége van egy Luca CD-nek. Állítólag valami nagyon vicces lesz. Hát, nem tudom, kesztyűtartó? A kesztyűtartó! Azaz. Médiára tippelek. Figyelj, műsorszám 1. Köszöntöm Önöket a második generációs új Audi Q5. Hát akkor kész, elvették a munkámat. Helyezkedjenek el kényelmesen, és élvezzék az új modell nyújtotta extrákat. Meglehetősen csendes, bár ugye még nem egy Q7-es, de csendes, tehát az ilyen zajok, hogy ezek tökéletesen hallhatók, egyébként a quattrohajtással az a csúfság esett meg, hogy ez egy állandó, ez összkerékhajtás, ugye, de most már annyira fontos a kibocsátás, hogy csináltak bele, raktak bele egy kuplungot, ami leold, és ezt próbálják úgy előadni, mintha valami fejlesztés lenne, de hát nem, ez visszafejlődés, ettől éppen, hogy nem állandó az összkerék. Navigációk. Még most is rosszul működnek. Bármilyen gagyi, kínai telefonra telepített navi jobb még mindig, mint egy prémium márka, prémium navigációja. Ez azért egy őrületes humor. De bármennyit ármánykodjék kiskorunk sátánya a navigáció, azért csak megérkeztünk, és hát most tessék, mit szólnak? Egész más, mint az elődje, nem? Apró változtatás, ez a háromdimenziós single frame, tehát egy kicsit kiemelkednek dolgok, viszont van egy dolog, amit nagyon eltaláltak, és az ez a fényárnyék vonal. Nagyon jól osztja két részre a karosszériát, egy kicsit így rárogyva, tehát a bakancsforma felé csalva, miközben a hátulja azért elég meredeken lejt. Ugye ezt külön ki is emelték, hogy ez a trükkös tetővonal milyen fontos, és hogy ezzel együtt lesz a légellenállási együtthatója 0,30. És hát valóban, tehát kombi autó ennyire vízcsepp alakú szerintem még sosem volt. Ez meglepő. Ja, igen, ez egy túl nagy autó, igazából Q3-ast kell venni, hiszen abban tök normálisan elférni, ebben meg valahogy felesleges. Ennyi hely legyen még itt a fejem fölött egy ilyen csapott tetejű autóban. Ráadásul képzeljék el, mint a Twingo-ban állítható a hátsó ülés. Ennyi, és akkor még nagyobb lesz hátul a csomagtartó, de hát aki nem fér el egy 560 literen, az annyit is ér. Teljesen jó autó a Q5-ös, meg méretben is oké, tehát egy normális autónak ez tökéletes, kényelmes, óriási a csomagtartó, stb. De ha a BMW X3-as konkurenseként gondolunk rá, akkor sajnos nagyon vékony. Tehát ha egy ilyen német luxus SUV nem ösztönöz arra, hogy mérhetetlenül tahó legyek, akkor az nálam nem autó. Sajnos ez a 190 lovas dízel egy kicsit ilyen körülmények között már harmatos. Van hozzá 3 literes V6 dízel is, talán azzal egy kicsit inspirálóbb. Mint ezzel sajnos
ahhoz sincs kedvem, hogy megelőzzem ezt a tranzitot, komolyan mondom. You got your dirty little secret. Az Audik most A4-től felfelé az új MLB Evo platformra épülnek. Erre épül már az új Q7-es is, és design szempontból az érdekes, hogy ebben is megvan ez a hentes bárd forma, mint a legtöbb modern crossoverben. Másrészt, hogy ez itt milyen vastag a padló, tehát egy irtózatosan magas padlón ülünk. Egyébként a különböző vegyes és nagy szilárdságú... Oh! Az Audi mindig tudott ajtócsapódás hangot csinálni. Szóval sok nagy szilárdságú acél van benne, így ez a Q5-ös hiába lett 2 centivel nagyobb a tengelytávja, meg egy kicsit tágasabb belül, most akár 90 kilóval könnyebb, mint az elődje. Q3-astól fölfelé minden Audi hosszmotoros, és értelme nem sok van, hiszen ha hosszában van bent a motor, akkor az első kerekeket nem tudják annyira előre tolni. Egyetlen előnye van, hogy a váltónak sokkal több helye van ott hátul, mint egy keresztben kéne benyomorgatni. Egyébként az Audi nagyon erősen gondolkozik, hogy beszüntesse ezt a hosszmotorosságot, hiszen már nem csak nekem tűnt fel, hanem nekik is, hogy ennek így olyan nagyon sok értelme, hátsó kerékhajtás nélkül még. A magyar bemutatók egy legfontosabb előnye, hogy ilyenkor már papíron is olvashatjuk, hogy mit írnak mondjuk a brit kollégák az Autocar magazinban például, és agyba főbe dicsérik az autót, és hát ugye itt van a felszereltségi papír, ebben az van, hogy az alapára a 150 lóerős TDI-nek, amit nem tudom, hogy mernék megvenni, az 11 millió forint, ez az autó már majdnem 17. Viszont azt képzeljék el, hogy ezt az autót kizárólag Mexikóban gyártják, úgyhogy egyértelmű az új Q5-ös célközönsége mindenki, aki szeretné bosszantani egy kicsit Donald Trumpot.